ködben történt valami, egyfajta új médiumot találtam magamnak arra, hogy játszak a betűimmel, amikkel szoktam, amiket az egyik versnek nem neveznék, de valami olyasmi, gondolatok papírra. És a Facebook megfertőzött engem, és ott kezdtem el tulajdonképpen üzeneteket küldeni bizonyos fiúknak, és utána már nem csak bizonyos fiúknak, hanem nagyon sok mindenkinek szántam ezeket az üzeneteket. És az történt, hogy a papír helyett a testemre írtam fel ezeket a dolgokat, ezeket a verseket, vagy ezeket az írásokat, mert nem is sokszor nem is versek, sőt, szinte soha nem versekről beszélek. A testemre azért, mert egy olyan csávónak kezdtem el küldeni az üzeneteket, aki imádta a testemet, és azt akartam, hogy lássa a testemet, és fájjon neki a hiánya. Így indult az egész. És az ő szerelmes leveleit írogattam fel a testemre, azért, hogy szembesítsem őt azzal, hogy mi az a szerelem, amit ő megfogalmazott irántam. És ugyanakkor a kérdést meg valahol feltettem, hogy ha ilyen őrületesen szeretnél, hagyott el. Ez egy szerelmi bánatból indult ez az egész sorozat, és be is pörültem, mint állat. 3 hónapja csinálom ezeket a képeket, és azon kaptam magam egy-két pillanaton belül, hogy az egész lényege a feminizmus lett ezeknek a képeknek, mert egy olyan dolggal foglalkozok én, hogy ami egyébként ez az utolsó képem, ami tökéletesen összefoglalja azt, hogy miről próbálok én itt végig beszélni, és azt hiszem az a lényeg, hogy a szabad nő, aki már nem abban a szereposztásban létezik, amiben 2000 éve létezünk, vagy még több, hanem effektíve a feminizmus következtében kialakult és már létező szabad nő, hogyan tud a tehetségének és a szakmájának és a vágyainak megfelelni, és egy teljesen újfajta nőtípust megteremteni, úgy, hogy közben a férfiakat ezzel kasztrálja, és elveszti így a férfiak szerelmét. Tulajdonképpen a kiállításomnak a mondhatom naplórajzok is, mert ugye azokkal kezdődtek, és az összes többi az erre koncentrálódik, erre a kérdésre, hogy mit csináljon egy nő, aki őrült tehetséges, vakhetve dolgozni, de ezzel a férfi kasztrálja, ezért elveszíti a férfit, és ezért azt gondolom, hogy férfi és nő így elvesztették egymást, és azt gondolom, hogy ez egy olyan globális helyzet, amiről egyébként baromira nem csak én beszélek, hanem nagyon-nagyon sokan beszélnek erről. Fontos nagy gondolkodó, hogy a két nem eltávolodott egymástól, nagyon sok fiatal és idősebb férfi van egyedül, és nagyon sok fiatal és idősebb nő van egyedül, és ez így rossz, és erről a problémáról beszélnek a képeim, és azt gondolom, hogy olyan kérdéseket teszek fel, és olyan válaszokat is, ami segíti a férfiakat abban, hogy megtaláljanak egy olyan viszonyulási pontot, amiben mi nem csak sikeres és tehetséges nők lehetünk, hanem ugyanakkor szerethető emberek is, és nők is, és ki kell, hogy alakuljon egy új férfi és egy új nő típus, aki ezt együtt meg tudja oldani, ami most van, és ami széthúzást okoz,
és ami tarthatatlan és fájdalmas.